A Német Nemzetiségi Egyesület kórusa énekelt azon a megemlékezésen, amit a Bonyhádról elhurcoltak emlékére tartottak meg. November 25-e a magyar állampolgárok Szovjetunióba hurcolásának az emléknapja. A Magyarországon fogságba vetett, kismunkára összegyűjtött polgári személyek nagy részét hadifogolyként, míg kisebb részét internáltként hurcolták el a szovjet fegyveres erők. 1945. januárjának első napjai szomorú eseményként vonultak be a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Bonyhád város történetébe. Az országos hírű intézményből ideiglenesen kivonultak a szovjet katonák, de nem azért, hogy a patinás épületben megkezdődjön a tanítás, hanem hogy helyet adjanak azoknak a német nemzetiségű fiatal nőknek és férfiaknak, akik kis csomaggal a kezükben arra vártak, hogy innen szállítsák őket tovább a munkatáborokba. Innen hajtották őket Bajára, Baján pedig marhavagonokba rakták őket, és több hetes úttal érkeztek meg Szovjetunióba a kényszermunka helyszínére, ahol nagyon-nagyon rossz körülmények között éltek, dolgoztak, az emberek 30%-a nem élte túl ezt a megpróbáltatást, és akik hazajöttek, azoknak is egy életre mély traumát hagyott az emlékükben. Bonyhádról pontosan 217 embert hurcoltak el, viszont ebben az időben, 45-ben nem tartozott még hozzánk Majos, Tabód, ezek a települések, amik most már ide tartoznak, tehát ez csak Bonyhádra vonatkozik, és nem csak a bonyhádiakat vitték innen el, hanem a környező településekről, Váralja, Kismányok, Kisdorog, még különböző településekről. Kis dolog érdekes, mert ott a nagyobb többséget innen a Bonyhádi gimnáziumból vitték el, viszont január végén néhány embert Dombovárra szállítottak. 1995-ben a gimnázium falán már elhelyeztek egy emléktáblát az elhurcoltak emlékére, viszont pár évvel ezelőtt felvetődött az az ötlet, hogy a 217 személy ne csak egy szám legyen, amit a megemlékezéseken elmondanak, hanem legyen egy emlékmű, amin olvashatóak is azoknak a személyeknek a nevei, akiket elragadtak otthonukból. Egy elhurcolt lánya felajánlott egy nagyobb összeget, hogy a gimnázium előtt egy emlékművön az utókor számára megörökítve legyenek a nevek. Hozzácsatlakozott két másik érintett is, akik anyagilag támogatták az elképzelés megvalósítását. A felajánló egészségére való tekintettel kérte, hogy ez minél előbb valósuljon meg, ugyanis már januárban szerettük volna átadni a megyei emlékművet, ez nekiúsult, és nem szerette volna, hogyha ez még tovább elhúzódik. Szatmári Juhos László szobrászművész álmodta meg az emlékművet, az ő kezemunkája őrzi majd az utókor számára a történelem ezen szomorú időszakának átélőinek a nevét.